Számadó Emese, a Klapka György Múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket a tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészek emlékművénél április 28-án. A megemlékezésen részt vett többek között Turi Bálint alpolgármester, Dobai Gábor önkormányzati képviselő, Szalai Noel önkormányzati képviselő, a Pannonia Vízi Polgárőr Egyesület elnöke, Rád Zoltán a Magyar Tengerészek Egyesületének elnöke, Hadnagy Gábor tengerészkapitány, az egyesület első elnök helyettese, valamint az egyesület tagjai. Továbbá Farkas József rendőrőrnagy, a Komáromi vízirendészet parancsnoka, és Tölcs Attila, a Fertőtavi Vízi Polgárőr Egyesület alelnöke. A fiumei világító tornyot mintázó emlékművet dr. Juba Ferenc tengerészkapitány, a Komáromi Klapka György Múzeum magyar tengerészet történeti gyűjteményének alapítója ajándékozta a városnak 1989-ben. Csúcs Ferenc alkotása az eredeti helyéről 2017-ben került áthelyezésre, ide a Dunapartra, és a Komáromi Napok keretében avatták újra. A szervezőkben akkor fogalmazódott meg, hogy a Komáromi Napok alatt minden évben emlékezzenek meg a tengeren szenvedett és meghalt magyar tengerészekről, és egyúttal az 1917. május 15-i otrantói győzelemről. A megemlékezésen Rád Zoltán, tengerészgépüzemvezető, a Magyar Tengerészek Egyesülete elnöke mondott beszédet. Történelmünk 1100 éve alatt hosszú évszázadokon át kellett a magyaroknak a tengertől messze élnie, mégis igen sok tehetséges tengerész fia vett részt hazánk történelmének alakításában. Reájuk emlékezünk a mai napon, és hajtjuk meg fejünket őszinte tisztelettel odaadó szolgálatuk, bátorságuk és kitartásuk előtt. Az emlékezés nem is lehetne autentikusabb helyen, mint hazánk tengeri kijáratát jelképező, a fiumei kikötő világító tornyát kőbe faragva idéző emlékműnél. Annál az emlékműnél, amelyet vitéz dr. Juba Ferenc, tengerészkapitány, Komáromváros egykori bencés diákja, a város nagyra becsült polgára, a Klapka György Múzeum tengerhőzási gyűjteményének megteremtője és adományozója állított a magyar tengerészek dicsőségére. Az emlékező sorokat követően a megjelentek koszorút helyeztek el az emlékműnél. A felcsendülő novara indulót követően a tengerész imát Bauer József első osztályú tengerész kapitány mondta el. Az Úr az én kormányosom, ezért gonosz áramlatok nem sodorhatnak el. Ő a világító torony fénye, amely utat mutat nekem a sötét vízek felett. A 23. Zsoltár alapján készült angol átiratot Kompolti Jobb hosszú járatú tengerészkapitány fordította magyarra. A verset követően a szózattal és a szilencióval zárult a megemlékezés.